Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos kihívásos végigjátszásomat Valkyriával. És mit maradt abba, ugye, hogy ostrom alá vettem az utolsó Wood Elf várost, és ugye körváltás közben kitámadtak. És hát ez nagyjából ennyi volt. Elveszítenék két egységet. Két olyan egységet, amit amúgy is leszerelnék, szóval mindegy. Várjunk, itt visszatért még egy hősöm. Az előző részben ugye rendkívül sok sereget legyőztem, ugye kethéi sereget. Gondoltam, hogy megtámadnak. El kell foglaljam Shangwut. Plusz itt képződik ugye még egy seregem. Kell lovag. Aspiring Champion, és még egy lovag, amit igazából innen meg tudnék szerezni. Utána pedig irány Cathay. Várjunk, szereztem még egy épületet, ahol van bor. Csak a baj az, hogy itt van kikötő, és nem tudom megépíteni a bort adó épületet. Pedig az nagyon jó lenne, mert ugye... 5 melejátnak a martalócoknak, ami nagyon király. Artifact of ruin. Good. Shrine of Urson. Okay. Fight for Karn. Skulls for the skull throw. War and slaughter. És a frakciónak vége, tökéletes. Plusz ugye jó lenne legyőzni Kislevet. Ez a martalócoknak ad morált a festék, hát az... Mi nem kell. A lényeg az, hogy legyőzzem izét, Kislevet, hogy eltűnjenek az ügynökök. Várjunk, a Bjornsonlingek, ők hány területtel rendelkeznek? 5. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, oké, az nem olyan vészes. Oké, azt hiszem, hogy ezzel a Tong frakciónak vége. Tökéletes. My fellow warlords convert. You have my favor. Chaos in. Elveszíteni két egységet. Oké, így már csak egyet. Oké, le kell játszom a csatát. Nem akarom ugye elveszíteni az Aspiring Champion-t. Lassan, de ugye legyőzöm a Bjorsonlingeket is. Megszabadulok ugye ezektől a kis frakcióktól, ugye akik vazallusok. És irány előre. Oké, okay, ha minden igaz, Army lasz ez lassan, ja. Egész jó volt. Mindössze három veszteség. És arra gondoltam, hogy, választom a foglyokat. Így visszakapom a veszteséget. Igazából még többen leszünk, mint voltunk. 4%. És a frakciónak ugye vége. Ennek ezeket át tudom alakítani, Skullcrushers. Három egységet veszítenék, plusz a városi őrség. Oké, le kell játszom. Hiányzik ugye a seregből az egyik hős. És a mágus. Meg ugye Henry the Hammer, de őt nem is rakom vissza. Ő jelenleg birodalmi területen van. Magaslat az övék, ám bár... Igazából lejönnek ők onnan.
Sok sikert ugye Valkyrie ellen. Oké, az ellenséges lordnak annyi. El kéne intézni a tüzérséget. Oké, igazából ez csak egy sima mészállás. Ha minden igaz, várjunk, army losses van, kivéve ugye a izének, a terrakótáknak. Mert ugye azokat nem lehet megtörni. Ám bár érdekes, hogy el tudnak fáradni, de megtörni nem lehet őket. Oké, egész jó volt. Magiával 219 ölés, nem a legjobb amúgy ez a Final Transmutation, ugye. Nagyon rövid ideig tart, ugye valami 5 vagy 6 másodpercig tart, az nagyon kevés. Oké, kaptam egy olyat, hogy Potion of Healing, ami nagyon jó. Chains are all the weak deserve. Ah, pont hogy nem érem el a várost. Karnitz awakened. Move. Interference will cost dear. Karaván, király. I bow only before. Okay, 23250 dinár, az nem rossz. Demon Prince! Lord of Korn! Demon Prince! Szeretném legyőzni Azazelt. Mondjuk a gond az, hogy ők itt vannak. Kéne próbálni egy rajtaütést.
to Khorne! Fight for Karnath! Good. Destruction for all! The gods smile! Lord of Khorne! Brain death for Karnath! Despoil their lands! Not now! Blood for the Blood God! Blood for the Blood God! Tökéletes, ennek a frakciónak vége. Skulls for the Skull Throne! Demon Prince! Nagyon jó lenne ugye megszabadulni a birodalmi és kiszlevi ügynököktől. Két területe van Village-nek, várjuk, itt az egyik, és itt fent a másik. Trollfjord, az pedig Dark Fortress Site, mióta? Jó tudni. Rendben, legyen az, hogy... körváltás. Sikerült a rajtaütés, de jó. Annak a seregnek annyi, és a kapu ugye az teljesen védtelen maradt. És van káosz lovag király. Plusz megjelent a Kuzs frakció. Meg Kurgan. Megjelentek megint. Oké, plusz 5 támad erő a trolloknak, meg mantikoroknak. Nagyon jó. Reforged for murder. Demon Prince of Khorne. Unleash the bloodlust. I have risen. Chaos incarnate. Zhao Ming. I heed only my father's decree. Onward. Gifts of Khorne. I serve the Blood God. Leave nothing but gore. És ott jön Azazel. Ám bár mindössze 37-es szintű, és hát a serege is elég gyengének tűnik. Demon Prince, turned with power, destroy! You stay from hell! Unleash chaos! Ready, despoilers, come! Demon Prince, conquer for chaos! Dark Princeling, there shall be ruin! Ascended! Le akarom győzni ezért a Bjornsollingeket. Kell ugye használjak ki ilyen össze-vissza csapatokat is. Itt van Szörtek, ám bár nem tudja elfoglalni a várost. Demonic,
Arink, van nekem egy olyan, hogy Potion of Healing, ugye? Igen. Plusz kaptam egy csomó cuccot. Eater Sword az nem rossz, de nem is olyan jó. Oké, a Sword of Bloodshed az jó. Van egy Sword of Change plusz egy Ogre Blade. Oké, és Trickster Helm nem rossz. Arrénk van az Executioner Axe és az Eater Sword. Armor of Destiny. The Demonic Host. Useful adornments. Excellent. Demon Prince! Exalted hero of Khor, fighting victims! I have risen! Rampage and slay! Your demise! Hány területe van izének? Szörtek, ugye Varg frakció, mindössze kettő, az nem vészes. Dark Princeling! Into darkness. Destruction awaits. Live to... Skulls for the Skull Throne! We shall reclaim it in blood. Blood, death, war! Rally to Khor's banner! My axe shall taste blood. Meaningless Demon Prince Deathbringer. Very well. Rendben, közeledek ugye izéhez, a Blackstone Tower. Lassan legyőzöm Carl Franzt is, mindössze három területe van. Oké, okay, arra gondoltam, lejátszom a csatát, mert ugye Azazel ellen kell harcolni, de annyi az egész ugye, hogy nagyon-nagyon gyenge a serege. Leginkább ugye némi martalót, sima káosz harcos, béna egy serege. Mondjuk nem meglepő, mert ugye az AI Azazellel szinte soha nem szerez több, mint 10 területet. Démon herceg, Azazel ellen. Mondjuk... valójában... elméletben erősebb a démon hercegem, mint Azazel. Ja, főleg a bónuszok miatt. Ujjjjjjjj. A bónuszok miatt jelenleg 1300-as sebez együttéssel. Oké, okay, Azazelnek vége. Oké, okay, viszlát. Irány előre. Várjunk, van Crown of Everlasting Conquest, ami nagyon jó, ugye folyamatos regenerálódás.
Wanton slaughter! Unbridled chaos! Ja igen, plusz erőltetett menetben vannak. Oké, azt hiszem ennyi volt. Hát, igen. Ez elég szánalmas volt a részükről. Mondjuk Azazelnek ugye nagyon jó a trétje, csak hát most ugye feljönni a seregekkel, hogy megszerezzem a trétjét, az nagyon sok idő lenne. Igen, ugye a Lord... For Lords and Embedded Heroes. Ugye a Lordoknak és Hősöknek plusz 3% fegyvererősség, ami nagyon jó igazából. Into darkness, the world will quail. Live to fight. I have risen. Chaos incarnate. Okay, meg sereggel nem léptem. Lothárral. Oké, van Aspiring Champion. Plusz ugye a martalócok. Ja igen, kaptam vissza a hősöket. Awaiting Korn's game. Go now. Demon Prince. Conflict is endless. Dark Princely. Oké, okay, kéne ugye ez az épület, 5% rohamozás a káosz lovagoknak, martalócoknak. Jónak jó, de ugye egész addig még a káosz lovagokat át nem fejlesztem Skull Crushers-re. Utána már igazából nem ér semmit. Oké, ezt át tudom alakítani. Sword maiden of
És ezt is, plusz ezt a kettőt Chosen-re. Oké, okay, lassan Valkyának ugye ugyanolyan... visszakapja ugye a fullos seregét. Oké, okay, azt hiszem, hogy jöhet egy körváltás. Oké, okay, ezt át tudom alakítani. Esetleg nincs Aspiring Champion, na mindegy. Három aranygerendás Exalted Blood Letters of Khorne. Oké, okay, jöhet egy körváltás. Lássuk, mit lépnek a népek. Egy fene lejátszom. Igazából csak ugye elszórakozunk velük. Ezeket a martalócokat hamarosan át tudom mindegyiket fejleszteni ugye Chaos harcosra, utána pedig Chosen. Plusz kéne még ugye ebbe a seregbe egy lovag. Oké, okay, valahogy úgy kéne, hogy egybe tömörüljön az ellenség, szóval talán itt kéne harcolni. Vagy itt? Inkább akkor, ha már ide egyből ide tudom rakni az egységeket, szóval itt harcolunk. Mondjuk, mivel ugye fosztogatok, ezért az egységeim egy kicsit ki vannak fáradva. Oké, okay, Démon herceggel el kell majd intézni Festust. Oké, okay, azt nem kellett volna fenébe. Rossz képességet aktiváltam. Oh wow, annak a Manticore-nak vége is. Gyerünk, Blood for the Blood God! Knights of
Oké, Festusnak lassan vége. Oké, el kéne intézni az óriánst a démon herceggel. Nagyon erős ez az óriás amúgy. Simán, vagy se nem, hogy felveszi a harcot az óriással, de... Vagyis a... Mi az már... Démon herceggel az óriás, de elég... Eléggé megnehezíti a dolgát a démon hercegnek. Igaz, hogy ez nem a legerősebb démon hercegem. Oké, bár army losses. Plusz ugye, így ha minden igaz, lesz még egy csatám ellenük. Oké, ugye Festus valójában rendkívül erős egy legendás lord, de ugye az AI nem tudja használni, de megfelelő irányítás alatt brutálisan erős. Két Axe of Korn. Ó, bizony, hogy kell. Itt is van neki, ugye kéne egy olyan. Várjunk, Armor of Destiny vagy Trickster Helm? Oké, Axe of Korn. Legyen Trickster Helm. Azon kívül... ezt a kettőt egybe rakom. Oké, van egy ilyen, plusz van egy Doom Totem, az nem kell nekem. Festering Shrouds. Hát, hogy őszinte legyek, nem kedvelem a Festering Shroudsot. Kettőt egybe is. Talisman of Preservation. Ó, te jó ég, komolyan. Akartam mondani, hogy milyen király lenne, hogy adna a játék egy Talisman of Preservation. Durva. Oké, még egy káosz lovag. First for battle. Demon prince. Useful adornments. Demon prince of Korn. Jó lenne legyőzni a vargokat. Killing will be all the easier. You
will be sacrificed to murder. Unfurl the banners! Man the walls! Demon Prince! Perpetuate war! Következő körben meg lesz ugye a vargok utolsó területe. Demon Prince! Conflict is endless! The ruinous powers shall consume all. A throne for the prince. Damned with power! Várjunk! Ezzel... vége lesz Kislevnek. Ó, te jó ég, a Great Orthodoxinak vége. Oh, tökéletes. Hát, minden esetre, hogy elképesztő sokat harcoltam ugye ellenük. Oké, ennek a hősnek is kell egy Axe of Core, nagyon jó. Demon Prince! Conquer for Chaos! Demon Prince of Khorne! Glorious Tombs of Chaos! Eternal Blasphemy! Dark Princely! Na várjunk, hol vannak hősök? Szóval... Oké, irány ide. Irány ide, de várjunk, ide még kéne egy... Oké, egész jó. Nem a legjobb. Oké, el kéne foglalni ezt a kaput. Lord of Khorne, Exalted of Khorne. Annihilation awaits. Oké, tűrhető képességek. Mondjuk láttam jobbat is. Useful adornments. Who is worthy of my host? Damned with power! Demon Prince! None! Hello, Zhao Ming! Chaos Incarnate! Valkia the Bloody! Exalted Hero of Khorne! Consort of Khorne! Never! For the Blood God! Mistress of Skulls! Battle brings conquest! Oké, ez nagyon jó, mert ugye extra 10 páncél a martalócoknak, ugye? Demon Prince! Mad! Ruination and death! I serve the Blood God! Várjunk, a Hammer and Anvil, a Skull Crushers az ott van, de már a Speed and Malice ott már nincs. A Legion of Doom nincs, itt nincs. Szóval a Skull Crushers tudom erősíteni, de nincs nekik extra képesség, hogyha ugye elérik az aranygerendát. Extra bónusz. Van ugye a Blood Crushers of Khorne, ugye a Regiment of Renown-ra,
De a Skull Crusher zahara nincs. De a Hammer and Anvil az erősíti őket. Mert ugye jelenleg 76 roham. Ha ezt fejlesztem... 82. Szóval ugye tudom erősíteni a Skull Crushers-t, csak ugye minden más, minden egységnek ugye van egy ilyen ultra képessége, hogyha elérik az aranygerendát, de a Skull Crushers-nek nincsen. Ami szerintem csak bug, mert az úgy valahogy nem fair. Szerintem. Na de mindegy. Irány ide. Eternal blasphemy. Yes, my ruinous powers. I need Vokorn. Rewards for the mighty. Step forth and conquer. Lord of Korn. Várjunk, ezt tovább tudom fejleszteni, nagyon jó. Ez ide akkor igazából nem kell. Oké, arra gondoltam ugye, hogy megtámadom Zhao Minget, és zárom a videót. Le fogom játszani a csatát, mert ugye mégiscsak Zhao Mingről van szó, de ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!